6 pontban foglalta össze 6 baloldali párt a reményeik szerint 2022-ben induló közös kormányzásuk alapelveit. A pártvezetők sajtótájékoztatóját Gyurcsány Ferenc zárta fő előadóként. Elemzők szerint ez is jól jellemzi a baloldali erőviszonyokat. Figyelemre méltó, hogy a jobbikos Jakab Péter jobb Magyarországot szeretne, mint amilyen az elmúlt 30 évben volt Magyarország, miközben éppen Gyurcsány Ferenc korábbi kormányfő az egyik szövetségese. Az ellenzéki pártok vezetői ma sorsdöntő lépésre készülnek. Így vezette fel a Párbeszéd szóvivője a baloldal 6 pontját az ellenzéki pártok közös sajtótájékoztatóján. A pártelnökök és társelnökök mindannyian egy-egy vállalást ismertettek. Szerintük, ha a baloldali közös lista győz 2022-ben, akkor ezeket teljesítik is. Egyetlen bűn sem maradhat büntetlenül. A Momentum elnöke Fekete Győr András az igazságszolgáltatás reformjáról beszélt. A jelen érdekei mellett számításba veszi az ország és a bolygó jövőjét is. Az LMP Smuk Erzsébet a környezetvédelem fontosságát hangsúlyozta. Olyan társadalomért dolgozunk, amelyik nem hagyja magára az időseket, a betegeket, a szegénységben élőket. Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke szolidáris Magyarországot, a szocialista Kunhalmi Ágnes pedig adóreformokat ígért. Be fogjuk vonni a felső 10 000-et és a nagyvállalatokat a méltányos közteherviselésbe. A Jobbik elnökének, Jakab Péternek jutott az a feladat, hogy mindenkit meggyőzzön. A pontokat a baloldali pártok közösen találták ki. Erre pedig mi magunk vagyunk a garancia. Azok az ellenzéki pártok, az az ellenzéki összefogás, amely képes volt ideológiákon átívelve összekötni jobboldalit és baloldalit, konzervatívot és liberálist. Csak hogy a 6 pont már ismerős lehetett annak, aki olvasta Gyurcsány Ferenc december elején közzétett 14 pontos irányelveit. A DK elnöke akkor közösségi oldalán rögzítette elvárásait a szivárvány koalícióval szemben, saját pártját pedig úgy határozta meg, mint azt a politikai közösséget, amely az egész baloldali együttműködést mozgatja. Pontjait most a baloldali pártok vezetői ismételték el, szinte szó szerint. Tisztességes bér, tisztességes nyugdíj, európai élet az európai Magyarországon, ezt írta például Gyurcsány Ferenc. Tisztességes munkáért, tisztességes bér, tisztességgel ledolgozott életért tisztességes nyugdíj járjon a magyaroknak. A magyar bér színvonalnak is meg kell közelítenie a nyugat-európai szintet. A pontok ismertetésénél is végül a DK elnökéé lett az utolsó szó. Lassan hasonlóképpen élni itt, a Kárpát-medencében valamennyi magyarnak, mint tőlük nyugatabbra. Hazafias kormányt szeretnénk, európai kormányt, így együtt. A baloldali galerit az a Gyurcsány vezeti, aki az egész országot átverte és hazugsággal nyert választást 2006-ban. Így reagált a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István a közösségi oldalon azt írta, idézzük, Gyurcsányék ma nagy bejelentést tettek, azonban valójában nem mondtak semmit. Hollik István hangsúlyozta, a baloldal egy dolgot így is bizonyított. A járvány elleni küzdelem kellős közepén is csak és kizárólag a hatalomra tudnak gondolni.